Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalászma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Tudásközpont. Pilisvörösváron a kutatásfejlesztés, az innováció és a duális képzés megvalósítása lesz a cél. Közösségi faültetés. Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken önkéntesek segítségével fákat ültetnek a hétvégén. Numizmatikai előadás. Pénzzel és a pénz történettel foglalkoztak a Kóskároly Művelődési Házban. Pilisvörösváron indul az a kezdeményezés, aminek keretében az Ybl Miklós Építőipari Tudásközpont olyan centrumot hoz létre, aminek központjában a kutatásfejlesztés, az innováció és a duális képzés megvalósítása lesz a cél. A kezdeményezést projektindító virtuális alapkőletétellel nyitották meg. Az épített környezet kialakítása a fő profilja az együttműködés partnerének. Innovatív megoldásokkal az energiahatékonyság és a környezetvédelem egyre komolyabb kihívásaira saját tervezésű és gyártású építőanyagokat kínál. Több területről indultunk el. Az első, talán az egyik legfontosabb a kutatásfejlesztés. Kerestünk olyan partnereket a magyar felsőoktatási szektorba, akik a mi iparágunkban azokat a speciális problémákat, fejlesztési területeket, amire most úgy érezzük a jövő szempontjából komoly kihívások előnézünk, kik tudnak ebben benne segíteni. Ilyen volt a Pannon Egyetem, és ilyen volt a Budapesti Műszaki Egyetem. Ez az egyik ilyen terület. A másik pedig a szakember hiány. Ma Magyarországon látjuk, hogy a mi üzletágunkban, a mi iparágunkban nagyon-nagyon komoly problémákkal küzdünk, nincs képzett szakember, komoly szakember hiány van. Tennünk kell valamit nekünk gyártóknak, hogy a termékeink beépítésre kerüljenek, és ez még egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, és már volt olyan két alappillér, ami alapján elindultunk mi, és akkor már csatlakozott hozzá a környezetvédelem, az energiatudatosság, a jövő generációjának képzése, és gyakorlatilag a digitális fejlesztések. Az új kezdeményezés része, hogy kidolgozzanak egy stratégiát arra, hogy a munkaerő piaci igényeknek való megfelelés hogyan tud beépülni az oktatásba és a vállalatok életébe. Keressük a megoldást, nem véletlenül ez egy alulról jövő kezdeményezés. Tehát amikor a gyártó keresi gyakorlatilag azt a kivitelező partnert, aki az anyagát be tudja majd építeni. Az oktatási anyagaink megvannak. Meg kell keresnünk azokat a partnereket a rendszerbe, akik majd azokat tudják hozni képzésre, akik valóban szeretnének ebbe az iparágba elhelyezkedni. Most azt látjuk egyébként, hogy óriási az igény erről az oldalról is, tehát nem csak a gyártók, illetve a beruházók oldaláról a munkaerőigény szempontjából, hanem a munkavállalók szempontjából is. Most ez egy jól fizető iparág, de egyértelműen csak akkor fizet jól, hogyha ott jól képzett szakemberek magas minőségi színvonalon tudják a munkát elvégezni. Ebben lehetünk mi majd partnerek. Mi alapvetően azért az energiahatékonyságra helyezzük a fő fókuszt, hiszen pont ahol itt állunk, ez a pilisvörösvári telephelyünk a külső hőszigetelő rendszereknek a homlozatképzési megoldásoknak az egyik fellegvára. Tehát az egyik az energia tudatos építési módoknak az elterjesztése lesz, és ennek a kivitelezői bázisának képzése, de ugyancsak a száraz építési rendszereknek az építése, megtanulása és majd később piacra vitele. De ha már itt vagyunk innovációról, hagyj beszéljünk a 3D nyomtatásról, hiszen a vállalatcsoportunknak a belgiumi vállalata, ami első számú gyakorlatilag ebben a technológiában. Mi szeretnénk megvalósítani a 3D nyomtatást egy Pilisvár környéki dolomit vagyonra alapozva, hogy nézzük meg, hogy lehet dolomit alapanyagból a speciális technológiákkal 3D nyomtatást megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a következő szemeszterre ez már össze tud állni, tehát az őszi időszakra már tudunk egy olyan komplett anyagot biztosítani, ami alapján el tudjuk indítani a képzést. Egy nagyon-nagyon fontos, hogy itt Pilisvörösvári telephelyen épül egy nemzetközi oktatóközpontunk, ami nem csak a külföldi társvállalataink és a hazai saját dolgozóink képzésére lesz hivatott, hanem például ennek a tudásközpontnak a leendő tanulóit is majd képezni fogja. Ezt nagy valószínűséggel a jövő tavaszán adjuk át, tehát gyakorlatilag a szeptemberi iskola kezdésre már minden adott lesz ahhoz, hogy elindulhasson ez a képzés.
Fontos része a programnak, hogy mesterséges intelligencia használatával és erős digitális háttérrel működjen a projektek tervezése. A Saint-Gobain azt felajánlotta önmagát erre a kooperációra, és egy olyan szakmai munkához is adta a nevét, mivel Európában egyedülálló módon nem egy klasszikus energiahatékonysági feltárási folyamatot végeztünk el, hanem kutatók bevonásával egy karbonlábnyom számítás, egy karbontrend számítás 2030-ig és 2050-ig is került különböző szenáriókban megvalósításra, és arra kerestük közösen a válaszokat, hogy hogyan lehet ezt a karbontrendet, vagy csak a karbonlábnyomnak az alakulását, ami sajnos egy baseline-ban, egy alapszenárióban igenis felfele futna, hogyan lehet megfogni és levinni a nulláig. Értsük, hogyha megint Glasgow-ra kitekintünk, párizsi céljaink elérése tekintetében egy nagy vállalat ugyanazt a felelős vállalást tegye, amit a kormányok, illetve azok egy része sajnos meg sem tesz. Erre megtaláltuk a modellt, különböző szenáriók, különböző költségek, összegek, van, ami nem kevés, van, ami ellenben sok, de én azt gondolom, hogy a magyar kormánnyal és a piacokkal való kooperációban valamelyik megoldás, vagy ezek kombináció megvalósulhat. Tehát elértünk a tudáshoz. Én azt gondolom, hogy a tudás, ahogy itt látszik a tudás központban, számunkra, a Saint-Gobain számára is egy kulcselem, megvan a tudás, indulhatnak a beruházások, az aktivitás. Ugye a tudásközpont miért fontos ezeken kívül nekünk is, hogy egy olyan partnernél valósul meg, aki karbon lábnyom számításban egy első projektet valósított meg egész Európában. Azért is fontos, mert maga a szemléletformálás nálunk a cégnek egy alap eleme. 2015-ben az Európai Bizottság minket a három legjobb fenntarthatósági projekt közé választott, mégpedig pont amiatt, hogy be tudtuk mutatni, hogy a nálunk létrejövő tudások kiáramolnak az oktatásba, a képzésbe, a hasonló típusú projektgazdákhoz eljutnak, mintaként szolgálnak, ugye peer grouping, ahogy mondta az Európai Bizottság, a mintakövetés pedig aktivitást vált ki. A programban elsődleges szerepet játszik, hogy a klímacélok és a környezetvédelmi irányelvek a tudásközpont alapításától kezdve irányadóak legyenek. Itt vagyunk most a Saint-Gobain Hungary Kft.-nek a Pilisvörösvári telephelyén. Ők azok, akik kezdeményezték azt, hogy létrejöjjön ez az Ybl Miklós építőipari tudásközpont. Az alapítók között egyébként vannak egyetemek, vannak KKV-k és vannak olyan szakmai szervezetek, akik fontosnak érzik azt, hogy az építőipar, mint a nemzetgazdaság egyik húzó ágazata fenntartható legyen, és környezetvédelmi szempontoknak is még inkább megfeleljen a közeljövőben. Nagyon fontos ez azért is, mert az ország, ha a klímacélokat teljesíteni szeretné, akkor az építőiparnak is át kell menni egy olyan fajta megújuláson, amellyel hozzá tud járulni ehhez. A mai tudásközpont alapításnak tulajdonképpen az volt a célja, hogy letűzzük azokat a főbb célkitűzéseket, amelyeket meg szeretnénk ezen keresztül valósítani. Tulajdonképpen négy olyan fő elem van: a kutatásfejlesztés és innováció, a szemléletformálás, a képzés, itt főleg a magas minőségű szakembergárda képzése, illetve a szakmunkások képzése, duális képzés keretein belül, és az utolsó pedig az a projektmenedzsment és tudásmenedzsment, amelyet majd hasznosítani is tudnak az építőipar szereplői. A képzések a 2022-es évtől indulnak. Már fiatal korban is érdemes megtanulni, hogyan óvhatjuk környezetünket. Ők maguk, a tudásközpont alapítói tűztek ki olyan indikátorokat, amelyek tulajdonképpen a 2022-es évtől, tehát a jövő évtől kezdve lesz különböző mérőszámuk. Ennek keretén belül 100 fő felnőtt képzésbe bevont személlyel számolnak, illetve 48 és 60 közötti olyan szakembergárda képzéssel évente, ami a tudásközpont berkein belül fog megvalósulni. Az egész társadalomnak át kell mennie tulajdonképpen egy olyan szemléletváltáson, ahol megpróbáljuk tényleg csökkenteni azt az ökológiai lábnyomot, amit egyébként magunk után hagyunk. Ez meg kell, hogy nyilvánuljon egyébként már az épületekben is. De nem csak az épületekben, én rendkívül fontosnak tartom azt is, hogy már egészen kiskortól kezdve, akár az óvodában, akár az általános iskolában már egy olyan fajta szemléletváltás elinduljon, ami valóban azt segíti elő, hogy minél inkább környezettudatosan éljenek a magyar gyerekek és a magyar emberek. Úgyhogy a kérdésére visszatérve azt gondolom, hogy tulajdonképpen az életünk minden területén szükséges az a fajta szemléletváltás, ami be kell, hogy következzen, hogyha a klímacélokat teljesíteni szeretnénk.
A magyar nemzetgazdaság húzó ágazata az építőipar, így nem csak a tudás, de a szakemberek iránti kereslet is folyamatosan nő. Én úgy gondolom, hogy maga az építőipar az, ami a nemzetgazdaság egyik húzó ágazata. Ezt az elmúlt években szembesültünk vele, hogy milyen óriási kereslet van jó minőségű szakemberek iránt, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen a mi régiónknak nagyon nagy előnyei fognak ebből az újfajta tudásközpontból származni. Az államtitkár asszony elmondta, vezérelt képzési rendszert alakítanak ki az alapfokú oktatásról az egyetemi végzettségig. Saját hatékonyságuk növelése érdekében az építőipari szereplők együttműködő partnerei lesznek a tudásközpontnak. Az önkormányzat által szervezett közösségi faültetés tervezett időpontjai november 6-a és 7-e, szombat és vasárnap. A közösségi faültetés szakmai felügyelet mellett az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történik. Az önkéntesek az iroda@kerekerdokert.hu e-mail címen jelentkezhetnek. A szervezők kérik, hogy az üzenetükben írják meg, hogy melyik utcában, melyik szakaszon és melyik időpontban szeretnének bekapcsolódni a közösségi faültetés programjába. Bibliai numizmatika pénzek az evangéliumokban címmel tartott előadást Fehér Tamás előző héten csütörtökön a Kóskárő Művelődési Házban. Az eseményre többen elmentek, akik behatólag foglalkoznak a pénzzel és a pénztörténettel, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a pénzérmék iránt. A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. Habár a numizmatika művelői, a numizmatikusok eredetileg a régi érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük ma már kiterjed a modern pénzformák és a pénzhelyettesítők, valamint az értékpapírok kutatására is. Az előző héten a Kóskároly Művelődési Házban tartottak numizmatikai előadást Gajdos Zsolt szervezésében. Tagja vagyok a numizmatikai társulatnak, amelyiknek Pesten van rendszeres összejövetele. És az egyik ilyen összejövetelen találkoztam ezzel a budakalászi csapattal. Na most, mivel a pesti összejövetelt azt olyan nap tartják, amikor én nem tudok részt venni rajta, ugyanis egy kórusban énekelek, aminek rendszeresen ugyanakkor van a próbája, ezért gyakran hiányzom onnan. Na most akkor kaptam azt az ötletet, hogy jöjjek el ide Budakalászra, tekintettel arra, hogy én Leányfalun élek, közelebb is van, és akkor itt veszek részt ebben a numizmatikai közéletben. A numizmatikusok legfontosabb tevékenységei közé tartozik mindenek előtt a pénzek és a pénzhelyettesítők gyűjtése és rendszerezése, melyhez szükséges a régi feliratok tanulmányozása és a címerek ismerete. Most egy kedves fiatal kollégám tartott előadást az Új Szövetségben lévő olyan szöveghelyekről, ahol pénzről van szó, ahol lehet azt látni, hogy a Krisztus utáni első évszázadban milyen pénznemek voltak, milyen ár- és bérviszonyok voltak. Erről szólt az előadás. Meghallgatjuk az előadást is, hogyha tudunk hozzászólni, akkor természetesen szólunk, kérdéseket teszünk fel. Itt nem konkrétan a pénzeket nézzük, mert nincs is nálunk föltétlenül ilyen pénz, hanem az előadáshoz szólunk hozzá, az előadás illusztrációs anyagának alapján. Redő Ferenc azt is elárulta nekünk, hogy neki miért fontos a numizmatika. Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, a pénz valamilyen formában, amióta az ember létezik, azóta fizet, és fizet valamit, és fogad el fizetséget. Na most tekintettel arra, hogy ez a dolog, ez az ember történelméhez tartozik hozzá. Hát ez egy fontos történeti forrás. És engem legalábbis mondom, én régészettel foglalkoztam 50 éven keresztül. Ez a pénz, mint történeti forrás érdekelt azért, hogy annak a településnek, vagy annak a
a villának, amelyikkel éppen foglalkozom, a története, a gazdaság története, a, annak élénkebb és kevésbé élénk időszakai, azok mikor voltak és milyenek voltak. Ennek a vizsgálatához tartozik a pénz, és én ezért foglalkoztam vele. Legközelebb november 24-én találkoznak a pénzgyűjtők, és aki szeretne, az bátran csatlakozhat hozzájuk. Végül a várható időjárásról. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, több felhő a déli tájak fölött lehet, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban pedig 10-14 fokot mérhetünk. Vasárnap már több helyen indulhat párásan, ködösen a nap. Napközben a felhősebb déli tájakon alakulhat ki kisebb eső, zápor. Hajnalban -3, +5, napközben 9-13 fok várható. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. Pilisvörösváron indul az a kezdeményezés, aminek keretében az Ybl Miklós Építőipari Tudásközpont olyan centrumot hoz létre, aminek központjában a kutatásfejlesztés, az innováció és a duális képzés megvalósítása lesz a cél. Az önkormányzat által szervezett közösségi faültetés tervezett időpontjai november 6-a és 7-e, szombat és vasárnap. Bibliai numizmatika pénzek az evangéliumokban címmel tartott előadást Fehér Tamás. Ez volt mai hírmagazinunk, a Buda Kalászma. Híradóval legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Buda Kalászon, mert hamarosan kezdődik Kultúrcsepek című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!